Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 14-én új hold van, és egy gyűrű formájú napfogyatkozás. Ez a napfogyatkozás nem érint bennünket Európában, mert ez Észak-Közép- és Dél-Amerikában látható, illetve érezhető. Ez a napfogyatkozás a 44. a sáros ciklusban. Egy sáros ciklus az 18 évig és 10-11 napig tart. Ez pontosan azt jelenti, hogy Ráhu Kétu mozgása az körülbelül 18 évig tart, amíg visszatér ugyanarra a pontra. Tehát ez a ciklus. Ezen az estén, október 14-én tartok egy szertartást. A szertartásoknak mindig van gyógyító ereje. De, hogy még miről van szó, milyen témákat érint, pontosan erről számolok be ebben a felvételben, mert megnézzük, hogy mit vált ki ez az új hold, mit vált ki ez a kármikus csomó, és mit vált ki ez a napfogyatkozás. Az energiai egyensúly a részvételnél személyenként 4000 forint. E-mailen keresztül jelentkezhetsz a szertartásra, ami este 11 órakor kezdődik. Abban a pillanatban, amikor ez az új hold van, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik, és együtt hatnak, ebben a pillanatban Európában a kos jegye kel fel a keleti határon, és mutatja az irányt, mutatja a fő témát. A kos jegye a tűz eleméhez tartozik, ezért is választottam ezt a képet, hiszen itt érezhető a tűz eleme. Az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. De mivel az indiai asztrológia szerint, és ez egy más számítás, mint ami általunk ismert asztrológiánál, de egy nagyon precíz számítás. Itt a kos jegyében mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Ráhu mutat egy új irányt, új lehetőségeket, egy kiutat. Ráhu a határon van már, hiszen október 29-én még a kos jegyében lesz, de 30-án már a halak jegyében lesz. Tehát Ráhu ez a kármikus csomó a határon van. Majd úgy október 30-ától kezdve más kármikus témák lesznek, ami eltart körülbelül 18 hónapon keresztül. Ráhu ennél az új holdnál, tehát október 14-én még a kos jegyében van, jelent egy új irányt, egy új kezdetet. Itt a kos jegyében van egy visszafele tekintő Jupiter bolygó, és egy visszafele tekintő Uránusz bolygó. Uránusz jelenti a változásokat. Jupiter bolygó a lehetőségeket, vagy az igazságot. De mivel visszafele tekint a múltba, ahol sok igazságtalanság is történt. És Uránusz bolygó ezzel a mozgással kicsit fékezi
az eseményeket. Mivel a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik, és ez utalhat a politikai helyzetre, a háborúra. Itt van egy kiút, itt van egy lehetőség, hogy változzanak a dolgok. Itt vannak most kármikus témák is. Sokan siettetik az eseményeket. Holott ez a visszafele mozgás Jupiter bolygó és Uranus bolygó által tudja fékezni az eseményeket. És most megnézzük azt, hogy mi van ezzel szemben, ahol Kétú található a lefele mozgó kármikus csomó. Mint említettem, abban a pillanatban, amikor ez az új hold van Európában, a kos jegye kel fel a keleti határon. Irányítja a dolgokat, ott vannak a fő témák. És ezzel szemben, a kos jegyével szemben van a mérleg jegye. És itt van a mérleg jegyében a másik kármikus csomó Kétú. Kétú itt mozog a mérleg jegyében október 29-éig, utána áttér a szűz jegyébe, és ott marad körülbelül 18 hónapon keresztül. De ezen a napon, ennél a napfogyatkozásnál, ennél az új holdnál a mérleg jegye egy nagy szerepet játszik. A mérleg jegye szimbolizálja a békét, a harmóniát, a szeretetet, a szerelmet, az igazságot, ezért választottam ezt a képet, hogy szimbolizálja a békét. A mérleg jegyénél van egy szép környezet, rendezni akarjuk a dolgokat, kihat a művészi területekre, utal az igazságra, a békére és a párkapcsolatra is. Mivel ez a kos jegyével szemben van, itt a hetes életházról van szó, ami kihat a párkapcsolatra. Tehát ennél az új holdnál ez a téma szintén nagyon fontos, a párkapcsolat. Kétú itt van a mérleg jegyében, Kétú jelenti a múltat. Azt is, amit átéltünk a korábbi életünkben, hiszen kármikus témákról van szó, ez a kármikus csomó. Kétú, az jelenthet egy belső utat, a belső nyugalmat, ezt a békét, egy spirituális területet, azon kívül kihat az érzelmeinkre. Itt a mérleg jegyében mozog jelenleg Mars bolygó az indiai számítás szerint, és ez egy precíz számítás. Mars bolygó az lehet a mi társunk. És itt párkapcsolatról van szó. Akkor ez a férfi aktív. De Mars bolygó jelenti az élet erőnket is, tehát oda kellene befektetni az élet erőnket, ahol igazságtalanságról van szó, ahol háborúról van szó, hogy végre béke legyen a Földön. De Mars bolygó az nem más, mint Áresz, a háborúnak az istene, tehát vannak olyan személyek is, akik ezt nem akarják, hanem ők szeretnék ezeket a háborúkat folytatni. Tehát ezekkel a tényekkel és igazságtalanságokkal szembe kell tekinteni. Egy új hold
azt jelenti, ha a nap és a hold találkozik, amikor együtt hatnak. A nap és a hold a szűz jegyében van, tehát ez az új hold utal a szűz jegyének az energiájára is. Most feltehetitek a kérdést, hogy lehet az, hogy napfogyatkozás van, és az új hold eléri a kármikus csomót. Ez tényleg így van, hogy két különböző jegyből hatnak a kármikus csomó kétú, ez a lefele mozgó kármikus csomó a mérleg jegyében van, az új hold pedig a szűz jegyében van, de mindkettő a határon. Tehát annyira közel vannak egymáshoz, hogy együtt tudnak hatni, de ez a kármikus csomó az utal a mérleg jegyének a témájára, az új hold pedig a szűz jegyének a témájára. És miről van szó a szűz jegyénél? Hogy elgondolkozzunk bizonyos dolgok felett, hogy megvizsgáljunk még valamit, hogy átlássunk a dolgokon, hogy okos döntéseket tudjunk hozni. Azon kívül a szűz jegyénél mindig van gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, ez a hivatásod, vagy érdekel ez a téma, egészségügyi témák, vagy a gyógyító erő, ez lehet egy továbbképzés is. Azon kívül érdekes az is, hogy mindez a hatos életházból hat. A hatos életház szimbolizálja az egészségügyi témákat, jelenthet gyógyító erőt, és utal a munkára is. Az új holdnál kell a visszahúzódás, a meditáció. Fontos, hogy ne siessük el a dolgokat, gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, különösen, ami a gyógyulást illet, vagy ami a munkánkat, a hivatásunkat illeti. Merkur bolygó szintén a szűz jegyében van, kihat az eseményekre, és Merkur bolygó itt nagyon erős, hiszen uralkodik a szűz jegye felett. Van egy Merkur energia, ami segít abban, hogy tudjunk egymással beszélni, vagy legyen egy előnyös szerződés, különösen ami a munkát, a hivatást illeti. A kos jegye, tehát az a jegy, ami felkelt a keleti határon, az új hold pillanatában, és ott, ahol az új hold van a szűz jegyében, itt van egy kapcsolat a két jegy között, és más szemszögből lehet megnézni a dolgokat, hiszen különbözőek. A kos jegye az szeretné sietetni a dolgokat, lehet, hogy bizonyos helyzetben türelmetlenek vagyunk, viszont ez az új hold, ami azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, szerények, vagy tekintsünk befele, várjunk még kicsit döntéseknél, vagy meditáljunk még valami felett. És itt mérlegelni kell a dolgokat, melyik helyzetben melyik lenne az okos döntés? Várni és átvizsgálni a dolgokat, vagy élni a lehetőséggel és sietetni a dolgokat. Ezen az új hold napon, október 14-én van egy szép szerelmi energia, hiszen Mars bolygó
kapcsolatban van Vénusz bolygóval, egy úgynevezett szextil kapcsolatban, ami szerencsét hozhat. Mars bolygó a mérleg jegyéből hat a levegő eleméből, tehát a férfiaknak kell a szabadság érzete, a könnyűség, de a párkapcsolat is fontos, hiszen a mérleg jegye ezt szimbolizálja. Vénusz bolygó az oroszlán jegyéből hat, és az azt jelenti, hogy mi, hölgyek, állunk a középpontban, és mások észrevesznek bennünket, megkapjuk az elismerést. Vénusz bolygó az oroszlán jegyében az ötös életházban van, ami utalhat a gyermekekre is, de jelenti a kreatív tevékenységet és az élet örömet. Tehát megvan ez a szép, harmonikus kapcsolat most Mars és Vénusz bolygó között. Ami ezen a napon hiányzik, lehet, hogy erről nem kell akkor beszélni, vagy megkapjuk ezt kívülről, ez a víz eleme. A víz elemében nincs bolygó. Neptun bolygó ugyan a halak jegyében van, de nem tartozik a személyes bolygókhoz. Tehát hiányzik a víz eleme, ami jelenti az érzelmeket. Van egy szép szerelmi energia, de az inkább a párkapcsolatra utal, hogy kiépüljön valami, a könnyűségre, a kommunikációra, és az oroszlán jegyéből ható Vénusz bolygó, az jelenti a tűz elemét, a lelkesedést, vagy a szenvedélyeket, de most aktuálisan érzelmekről beszélni, az nem a megfelelő pillanat erre. És ez volt az új hold felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!